Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Stumble Guys-os videóval, ahogy láthatjátok, eléggé rákattantam a játékra, és ebben a videóban mindenféleképpen szeretném befejezni a Robo Rummage eventet, amire egyébként még 4 nap van. Itt láthatjátok, hogy 5/6 a begyűjtött tárgyaknak a száma, és hogyha sikerülne kipörgetni a kutyás skint, akkor megkapnám ezt a robot skint, ezt a csavaros trélt, illetve még 250 gemet, úgyhogy bízok benne, hogy sikerülni fog. Van egy csomó gemünk, úgyhogy pörgetni fogunk 1000-rel. Igazából, hogyha nem a kutyás maradt volna a legvégére, akkor lehet, hogy úgy lettem volna vele, hogy annyira engem nem érdekel a robotos skin, de a kutyásot mindenféleképpen szeretném, és akkor így ugye 2 legyet ütök egy csapásra. A többit egyébként, ezt a 3-at Nerf Arénás eventből lehet beszerezni, nekem ez jelenleg 20/20-on áll. Na de, akkor szerintem kezdjük is a pörgetéssel, utána pedig majd megyünk egy Nerf Arénát, és kérlek titeket, hogy szurkoljatok, hogy meglegyen a kutyus, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy meglegyen a kutyus. Ide jövök a shophoz, és akkor itt kellene nekünk a Fur Ops Wheel, ugye 30 gembe kerül egy pörgetés, és én most felteszek mindent, amit csak lehet, és szurkoljatok, mert a streamben nem sikerült kipörgetni, ugye volt egy nézői Stumble Guys-os livestream, és nem sikerült kipörgetni a kutyát, csak a macskát. Jó, macska is aranyos, nem azt mondom, nekem a kutya kell az event miatt is, meg amúgy is, nekem a kutya tetszik a legjobban, úgyhogy kérlek játék, add be a kutyát, és nem akarja. Áj, kérlek, kutyus, ott van, de nagyon-nagyon elpörgött sajnos. Viszont rengeteg duplikétet nyitok, na nem baj, 2% esély van kipörgetni, szóval nem túl sok, de bízok benne, hogy azért össze fog jönni. Ugye ez is már megvolt nekem, most jelenleg ezzel a skinnel játszok, és én nem akarok cowboy lenni, miért akarnék én cowboy lenni? Kérlek, add be a kutyust, nem adja be a kutyust. De miért nem adod be a kutyust? Hát nem hiszem el, nem kell nekem lega, meg ilyenek. Nem kell nekem lega skin, hanem a kutya kell. És látjátok, amúgy folyamat duplikéteket pörgettek. A streamben is szerintem egy jó 30 pörgetést voltam, és egyszerűen nem adta be. Nézzétek meg, egy volt, ami eddig nem volt meg. Hihetetlen. Jó, hát pörgetünk még, én nem adom fel, Fur Ops Wheel, még egy 10-est rágyúrunk. Tudom, hogy ez most hihetetlenül nagy gemszórás, én ezt aláírom. De ha kell a kutyaszkin, akkor kell a kutyaszkin. Léci, add be! Megvan! Ez az! Jó! 12 pörgetésben meg lett, meg ugye a streamben volt még néhány, úgyhogy én azt mondom, hogy ez így tökéletes. Ó, te jó ég, de örülök ennek. És akkor ezzel elméletileg meg is van a Robo Rummage event is. Hú, a Megalodont is megkaptuk, az is eléggé menő. Hát nekem még a Dino skin kellene nagyon, annak nagyon örülnék, de most felavatjuk a kutyásat, és akkor megyünk vele egy Nerf Arénát. Nem is kellett volna kiadnom azt, hogy 10-et pörgessek. Na mindegy, végülis a duplikétekből úgyis kapunk vissza, úgyhogy annyira azért nem gáz a helyzet. Meglett a boldogság, meglett a kutyaszkin. És egyébként nagyjából hozta is azokat a számokat, a 2%-ot. Mert ja, kb. olyan 50 pörgetésből, 40 pörgetésből lett meg. Megkaptam ezt a cicalányt is, ami cuki, de nekem annyira nem. És szerintem mindjárt meg is vagyunk a 10 pörgetéssel. Na most 2 epiket is nyitottunk, úgyhogy ez azért szerintem eléggé jó. Még maradt is gemem, és itt a paszba még tudok igazából egy animációt begyűjteni, meg még egy skin tudunk pörgetni, úgyhogy akkor ezt gyorsan kipörgetem. Hát ha valami olyat nyitom, aminek nagyon örülni fogok, de nekem most a kutya volt a fő cél, úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan, ami úgy nagyon OP lenne. És átpörgött a csabusán, pedig azt hittem, hogy lesz egy szép csabusánk. Na jó! Akkor itt elméletileg be is tudom gyűjteni a Robo Rummage-hoz a cuccokat, és akkor megnézzük azért a skint, amit ebből lehetett megszerezni, ha már ilyen sokat játszottunk azért, hogy ez meglegyen. Hol van egyébként? Vajon milyen tírbe lesz? Kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen tírbe van. Legának számít, de én a kutyát választom. Megyünk egyet a kutya ezredessel. Na, és akkor egy Nerf Arénásat tolok. Hát bízok benne, hogy sikerülni fog. És akkor egyből ezzel kezdjük. Egyébként van, amikor előtte van ilyen kis selejtező, hogy csak fent kell maradni a platformokon. Na, már egyből gyűjtik be itt a cuccokat. Kíváncsi vagyok egyébként, hogyha játszottatok ezzel az eventtel, akkor nektek melyik fegyver a kedvencetek? Mert ugye 3-féle fegyver van. Egy kis pajzs! Adjál pajzs! Kérlek, adjál pajzs! Mert különben én itt Elvérzek, és nem szeretnék a csatatéren elvérezni, főleg, hogyha már itt vagyok a kutya ezredessel. Csúnya lenne. Azt szerintem mindjárt kiiktatjuk. Tovább jutottam, nek se kellett ölni. Ez a mai első köröm. Úgyhogy látszik, látszik. De bízok azért benne, hogy sikerül majd megnyerni ettől függetlenül. Egy olyan 2-3 bemelegítő kör után szokott nagyjából az ember ráérezni szerintem erre a játékmódra. Nyilván azért a célzás nem olyan, mint mondjuk egy kodban, vagy bármilyen más shooterben. Tehát olyan ne arra számítson az ember, de egyébként szerintem önmagában a Stumble Guyshoz képest nem rossz. Ujjaj, most ezek nagyon jönnek, jó, hagyom őket egy kicsit. Én pedig addig egy kicsit felhápézom magamat. Hú, ezek még sok időmig újra töltenek, az viszont baj. Ő is szerintem arra jött, hát ha... Itt van a pajzs, itt a pajzs, jó, megvan a pajzs, itt a HP. Szuper! És akkor most valami jó fegyvert kéne még szereznünk. 18-as táras fegyó. Hát ezzel így folyamatosan lehet spamelgetni. Mondjuk most pont jól jött, de kicsit most menekülnem kellene, hogy tovább jussak. Mert hogy pajzsom az viszont egyáltalán nincsen. Ó, te! Hogy beakadtam ide? Egyébként nagyon durva, vannak ilyen shortcutok is. Például föl lehet mászni simán az épületek oldalán, néhány helyen. Úgy simán hátba lehet támadni olyan játékosokat, akik ugye csak egy oldalról gondolják, hogy meg lehet azt a helyet közelíteni. Ami nem szép dolog, oké, de na, ki lehet ezeket használni. Megtanultuk ebben a játékban, hogy szinte soha senki a normál útvonalon közlekedik, hanem mindenki felugrál a falra és hasonlók. Ott van valaki eléggé lovos. Oké. Beloptam valakinek a killjét, bocsi. Ez gonosz volt tőlem, tudom. De még pajzsot kellene valahonnan szerválnom. Vagy megvárni, amíg az ott kiesik. Jó, bejutottunk a utolsó körbe. És akkor én azt vettem észre, hogy itt a legvégén, ugye egy idő után lejár az idő. És akinek a legtöbb HP-ja van, vagy az nyer, vagy az, akinek a legtöbb killje, bár ilyen killszámlálót én nem találtam benne, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogyan számolja a játék, de a HP az mindenféleképpen fontos, hogyha elkezd lejárni az idő, hogy maxos legyen nektek, mert úgy sokkal nagyobb eséllyel tudjátok megnyerni a játékot. Jó, oké. Szerintem az ott mindjárt két tűz között lesz. Ne, nem akarok kiesni! Nem akarok kiesni! Kellene még szereznem magamnak egy kis pajzsot, de ezek még egy csomó idő, mire visszatöltenek. És szerintem az a játékos is arra megy, hogy itt ezeket begyűjtse. De talán most annyira nem figyelnek. Jó. Ennyike! Ennyike! Köszönöm! Itt van ez a gyors tüzelős fegyver. Aztán lehet, hogy addig szidom, ameddig ezzel nem sikerül valamit alkotni, de akkor is. Nem tudom, olyan keveseket sebez. Jó. Ne. Tiszta Fortnite-nak érzem most ezt, hogy itt ugrálgatunk egymás előtt. Ne csináld ezt velem. Jó. Nagyon kevés HP-ja van. Nagyon-nagyon kevés HP-ja van. Ne. Viszont nekem is. Ott most keresztül kéne rohannom. Ne! Mit éltem túl? Itt is van egy pajzs. Köszönöm. Kicsit háttérbe kellene most itt mennem, mert ez így nem lesz jó, ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Vissza akarom magamat HP-zni, és aztán... De ez nem akarja feladni, nézd meg. Arcoskodik, arcoskodik! És ennek az a sok tüzelős van fenébe is. Volt arra egy nagyon-nagyon max HP is van, úgyhogy arra nem akarok menni. Most én leszek az, akire mindenki vadászik! Ne csináld! Ojaj. Ne! Kiestem. Pedig amúgy ez epic volt. Ez abszolút epic volt. Hát nem sikerült sajnos nyernünk. Pedig én nagyon szerettem volna, hogy ez összejöjjön, viszont így a paszban sikerült azért még fejlődni. Úgyhogy azért pörgetünk egyet, még így a végére. Panda! Igazából örülök a pandának. Jól nézett ki az a sárkány is, de a panda az cuki. Viszont a kutya kellett nekem mindenféleképpen, úgyhogy amit akartam ebben a videóban, azt sikerült, és én úgy gondolom, hogy pozitívan zártuk, annak ellenére, hogy most nem sikerült nyerni. Hogyha szeretnétek esetleg még Stumble Guys-os videót, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek nekem egy kommenttel, illetve ha szeretnétek livestreamet, akkor azt is írjátok meg nyugodtan, viszont a live-oknál ugye nálunk az a szabály van, hogy tilos lögdösödni, rugdolózni, szóval csak úgy jártak, hogyha ezeket tiszteletben tartjátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!